Már itt is van velem Pápai Gyöngyi, akire felfigyelt az amerikai News is magazin egyik fotósa is, és Miami-ban egy gyönyörű szép erotikus fotósorozat készült róla. Szia Gyöngyi! Szia! Hogy kell ezt elképzelni? Hogyan láttak meg téged? Hogy talált meg a fotós? Mindenre kíváncsi vagyok, mondd el. Ez úgy volt, hogy egy ügynökségnél látta ő a képeimet, illetve az interneten, közösségi portálon, és megkeresett engem. Írt, hogy ő az American News is magazin hivatalos fotósa Miami-ban, és hogy szeretne velem készíteni egy tesztfotózást, szeretnének kihívni egy tesztfotózásra. Elhitted? Nem. Iszonyú átverés szagúan hangzik először. Nem gondoltad, hogy a pasid, aki egyébként szintén fotós, egy kicsikét szórakozik veled? Én nem, rá nem gondoltam. Neki nincs ideje ilyenekre. De megfordult a fejembe, hogy ez biztos valami átverés, és hogy miért pont engem szúrtak volna ki. Mit mondott? Miért pont téged? Ezt megkérdezted tőle? Azt mondta, hogy főleg azért, mert hogy nagyon ritka az, hogy természetes minden egy lányon, tehát hogy úgymond szép alakja van úgy is, hogy még nem esett át semmilyen műtéten. Még ő is ezt mondja, aki rengeteg gyönyörű lányt fotóz. Igen, ez számomra nagyon meglepő volt, ugyanis akkor készültem egy mellműtétre épp, és én ezt az egészet hihetetlenek tartottam, hogy persze így természetesen ilyen úgymond számomra kis mellekkel akar ő fotózni, és nekem úgymond bizonygatnia is kellett azt, hogy de tényleg, és küldött nekem képeket. Tehát odáig fajult úgymond a dolog, hogy küldött nekem playmate lányokról rengeteg fotót, hogy nem, nekik is természetes a ciciük, és így fotózták őket. Lebeszélt a mellműtétről? Konkrétan ez történt. De hát így utólag visszagondolva egyáltalán szerintem az is úgymond hülyeség volt, hogy én ezen gondolkoztam. Mert... Az engem nagyon-nagyon érdekel, hogy a párod, aki szintén fotózott már téged mindenféle erotikus magazinba, ő nem akart lebeszélni, de... és mit szólt akkor, amikor sikerült ennek a másik embernek, akit alig ismertél? Hát igazából mondta nekem, hogy nem érti azt, hogy miért van az, hogyha más mondja, akkor elhiszem, hogyha ő mondja, akkor meg nem, de ez más dolgokban is előfordult, például amikor az anyukám mondja, akkor nem hiszem el, de hogyha már a barátnőm mondja, akkor igen, vagy majd más idegen ember, mivel hogy ő elfogultságból is mondhatja. Miami-ban zajlott a fotózás, hogy kell ezt elképzelni? Ilyen becsöppentél valami hihetetlen édenkertbe és abszolút atomprofizmus közé? Hát a profizmus az így volt, tulajdonképpen édenkertnek is nevezhetjük, ugyanis egy nagyon szép villában volt a fotózás, mindenféle ilyen színes szobák voltak, tehát ilyen interiőrszerűen volt megcsinálva az egész. Ők tulajdonképpen ott laknak, mivel állandóan dolgoznak, és az egész ház egy ilyen munkavilla, egy ilyen munkahely. És rohangásznak a szebbnél szebb és csinosabbnál csinosabb lányok, vagy csak te voltál? Akkor én voltam pont ott, tehát egy héten egy lányt fotóznak, mindig megy más, vagy éppen kettő, de akkor csak én voltam ott, és ugye ilyen asszisztensek, akkor ugye a fotós, fotós barátnője, igen, aki nem engedi el a kezét, gondolom. Ő volt a fotoproducer, különben a barátnője, de az elején volt, egy picit éreztem, hogy feszélyezve éreztem magam, mint hogyha nem teljesen örülne, hogy ott vagyok, de aztán összebarátkoztunk. Nem paráztál attól, hogy nem tudsz megfelelni? Tehát nem tudom, hogy hány év modell tapasztalat van mögötted, de azért egy ilyen fantasztikus lehetőségtől az ember így, úristen, jó vagyok? Igen, hát én megmondom őszintén, féltem egy picit, hogy ott kint mennyire tudok megfelelni, de az elején még ugye izgultam, és de egy-két sorozat után már belejöttem. És... Máshogy old egy magyar fotós, mint egy amerikai? Hát nem is az, hogy magyar és amerikai, ugye fotós válogatja, hogy így mondjam, de ott kint, hogy mondjam, egy picit ilyen durvább, ugye profibb, és ilyen durvább hangnemben is beszélt velem a fotós. Hát fotós, mert pörgés, és így, és úgy, és hogyha egy olyan lány kerül oda, aki előtte nem is fotózott, én el nem tudom képzelni, hogy ő egyből így. De mondjuk ez lelkileg nem volt neked nehéz, tehát nem kezdtél el inkább picsorodni? Nem, azért, de mondom, az elején egy picit úgy megvoltam, illetve hogy hú, aztán meg belejöttem. Hugh Hefner tényleg látta a fotót? Tehát, hogy ez nekem annyira elképesztő, hogy még ma is ő mondja rá az áment, hogy ez a lány mehet, ez a lány nem.
Én úgy tudom a fotóstól, hogy ő látja a képeket, tehát ez úgy zajlik, hogy lefotózzák a sorozatot, majdnem minden sorozat után egyből küldtek át Chicagóba a szerkesztőségbe a másik fotó editornak, és leokézza a képeket, egy-kettőt kiválaszt, szetkártya készül, és elküldik Hefnernek, ő pedig. Azért nyilvánvalóan láttál ilyen amerikai nyuszis magazinokat. Nem volt az benned, hogy Jézusom, felveszem én vajon ezekkel a lányokkal a versenyt, mert hát mindegyiknek hatalmas megcsinált cicija van egyébként, és ez egy nagyon jó trend, hogy egy természetes keblű lány tesznek remélhetőleg címlapra is. Hát a címlap az nem hiszem, hogy lesz, mert ugye a havi playmate-ek mindig belül szerepelnek, bár most idén volt egy lány, aki szerintem is nagyon gyönyörű, és címlapra rakták egy másik ismert emberrel, de igazából azért nem féltem ettől a nagy mell dologtól, mert idén is volt nem egy lány, akinek természetes volt a cici, és akkor én ezeket figyeltem, hogy na jól van, hát akkor nem én vagyok egyedül, és így nem probléma, meg tényleg nekem pontosan emiatt átküldte e-mailben a fotós a Playmate editornak az egyik levelét, aki leírta, hogy mondd meg neki, hogy csak így természetesen kell, és ha megcsinálhatja a cicéit, akkor mi nem szeretnénk vele foglalkozni. Utána én mondtam, hogy de én megcsináltatom, mert hogy ugye itthon. Gyöngyi, hogyan tovább? Egy ilyen elképesztő lehetőség az önéletrajzodban szerintem brilliánsan mutat. Hát igazából én most úgy vagyok vele, hogy várom a fejleményeket, tehát sajnos ez egy nagyon hosszú folyamatot kint, a lányok rengeteg időt várnak rá, amíg megjelennek. Tudok olyan lányt, aki most márciusban fog megjelenni, és 2007 végén fotózta ez a fotós, és ilyen dolgok, de tulajdonképpen az is lehet, hogy hamarabb, mert azt vettem észre, hogy ilyen elég kavar van ott náluk, és remélem, hogy hamarosan megjelenik, és aztán megnyílik nekem ott a lehetőség Amerika fele, hogy szerintem én alig várom, hogy megjelenjen, és biztosan minket néző férfiak is így lesznek ezzel, be fogjuk mutatni a képeket, remélem 2010-ben meg is jelennek. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és sok sikert!